Donát, 73-89-el sikerült megnyerned a kalapácsvetést. Mennyire vagy elégedett ezzel a mai teljesítménnyel? Milyen volt ez a mai verseny számodra? Hosszú idő után végre mondhatom azt, hogy végre jó verseny van a hátam mögött, mert nagyon sok nemzetközi verseny volt az elmúlt időszakban, egy hónapban. Szám szerint 4, ez volt az 5. Úgyhogy kicsit fáradt voltam, nem tudtam olyan sokat edzeni, úgyhogy mondhatni formán kívül voltam. De most az egy hétben próbáltam erre a versenyre koncentrálni, hogy végre egy jó eredményt elérjek. Úgy gondolom, ez egész jó eredmény hosszú idő után. Milyen volt a mezőny, mennyire értékes ez az aranyérem? Szerintem nagyon értékes. Halászbente távol létében esélyt kaptam arra, hogy én is nyerek végre egy magyar Grand Prix versenyt. A mezőny szerintem elég szoros volt, és úgy gondolom, hogy a következő verseny vasárnap még szorosabb lehet, úgyhogy meglátjuk, hogy lesznek az esélyek. Az minek köszönhető, hogy pont az utolsó dobásra jött ki belőled a legjobb, bár előtte is volt egy 73 méteres eredményed. Mint ahogy mondtam, nem volt olyan sok edzésem, úgyhogy technikailag picit instabil vagyok, úgyhogy próbálom keresni a jó érzést. Úgyhogy igazából kicsit szenvedtem, dobás közben kicsit csúszott a kezem is, próbáltam ezt orvosolni, és utolsó dobásra fejbe összeszedtem, mit kell csinálni, úgyhogy megpróbáltam javítani, és össze is jött, hála Istennek.